Köszöntöm a Facebook nézőit! Ebben a videóban elkezdem nektek bemutatni a Rakers kemény magját, hogy mi az a Rakers. Hát igazából ezt már az Impactor bemutató videómban elmeséltem, úgyhogy most nem mennék bele, de a lényeg az, hogy egy olyan válogatott harcosokból álló csoport, akik lehetetlenek tűnő küldetéseket hajtanak végre, és az évek során rengeteg tagjuk volt, de most azt a felállást fogom nektek bemutatni, amelyik számomra a legszimpatikusabb. Mutatom is nektek a képregénybe, akkor a kikről van szó. Nos, akkor itt lenne a Rackersnek az a felállása, azok a tagok, akikben én rögtön beleszerettem. Hát ezeknek a tagoknak a nagy részét szerintem már ismerhetitek a G1-es képregényből, a G1-es meséből, de az IDW-os képregényekben olyan jól átdolgozták ezeket a karaktereket, hogy megmaradt a karaktereknek az eredeti eszenciájuk, de amit lehetett szerintem kihoztak belőle, följavítottak. Itt van nekünk Blur, Perceptor, Cap, Blaster, Springer Drift, aki ugye az IDV-nek egy uh, saját legendája, tehát korábban ő nem szerepelt képregénybe, bár itt most annyira nem látszik, illetve még itt van nekünk Road Blaster, aki azt hiszem, hogy a g 1 be szintén ő se szerepelt, de javítsatok ki, hogyha tévedek. Nos, ez az a csapat felállás, amivel az elkövetkező időszakban fogunk foglalkozni, az IDV legendák... Uh úgymond IDV legendák videó rovatomba, hogyha sikerül rendesen beizítani. Na, ennyit a képregényről, akkor most jöjjön az első karakter, ugye Blur, csak előtte még, meg fogjuk nézni neki a dobozát is. Nos, akkor itt is lenne annak a figurának a doboza, amivel szemléltetni fogom nektek az IDW-s blur Tehát igazából egy legesszis dobozról van szó, de szerintem mindenkinek egyértelmű, hogy ez nem egy sima legesz doboz, úgymond, uh, hanem ez egy limitált darabszáma megjelent figurát. Mi más lenne nyilván, kiadunk egy ilyen klassz karaktert, akkor az legyen nehezen beszerezhető és drága. Hát amúgy is már tizen év óta várunk erre a figurára, hogy megkapjuk valamilyen úton módon a házbrótól. Megkaptuk, csak nem egyszerű beszerezni, ugye kapásból csak külföldről lehet, de mindegy, ezt majd a videó végén nézzük akkor a figurának a dobozát. Nyitott ablak, jól megtekinthető a figura, egy klassz artwork róla, robotmódba, egy klassz járműmódba. Itt már látható jármű mód a tetején, ugye ténylegesen, ami a figuráról készült. Transformers felirat, karakter neve, Autobot logó, plusz 8, Hasbro, Legacy, oldalát. Ez mutatja nekünk, van egy ilyen Cybertron írás, illetve ez a kép átjön ugye így az oldalára, és neki de tényleg jó ez a kép a figuráról. Bár egy kicsit félig a doboz, úgyhogy ezt ti annyira nem tudjátok most élvezni. Itt pedig a hátulján láthatjuk már ténylegesen őt a robotmódba, illetve a járműmódba, a 15 lépésbe át, ö, átalakítható. Át igen, itt pedig egy kis Oké, okay, hát aki ezt tudja, az olvas neki sok sikert. Alulról ezt mutatja nekünk, fölülről pedig már mutattam. Na, szerintem mennyi, illetve még itt van egy szintén egy klassz róla. De tényleg ennyi, ennyi elég lesz a csomagolásról. Nem csigázlak titeket tovább, nyissuk is az űrhidat. És itt is van akkor a Cybertroni szélvész, a sebesség istene, vagy legalábbis a róla készült legújabb is figura. Hát akkor vizsgáljuk is meg közelebbről az alt módját. Most szerintem mindenki számára világos, hogy ez a figura igazából a Studio 86 szériás blur, csak átdolgozva, de nézzük akkor, mi változott rajta. Hát sajnos a gurulás az nem, tehát kerekek továbbra sincsenek az alján a figurának, amint látjátok. Akkor, ami még nem változott, sajnos a pilóta fülkesen vagy a sofőr fülkese változott, tehát továbbra is egy ilyen kábrió, pedig ugye a képregényben neki teljesen végigjött ez az üveg és zárt fülkéje volt neki és a hátulja sem változott neki, az is nagyjából ugyanaz a helyzet. Viszont az összes többi részt azt egész szépen átdolgozták. Ha megnézitek itt az eleje, az teljesen új neki, tehát egy abszolút új elemet készítettek hozzá illetve itt az első részére megvannak neki ezek a kamukerekek, tehát a szándék az meg de valamilyen szinten mégse gurul a figura. Egyébként milyen érdekes, hogy ennek a verziónak van kerekei, pedig aztán abszolút Cybertroni verzió, a többinek pedig nem csináltak legalábbis ilyen kamukerekeket. Tehát ezt a részt átdolgozták, viszont ez itt nagyjából egy az egybe ugyanaz, mint a Shattered Glassosnak vagy a stúdió szériásnak. Aztán cseréltek ezen a részen, itt a hátsó ajtóműve egy kicsit robosztusabb lett, ami egyébként abszolút változott a Figurának, és ha kedvünk van, akkor természetesen effektekkel is díszíthetjük, és hát miért ne díszítenénk, hiszen ez tényleg illik ehhez a figurához, tehát jól néz ki, pláne szerintem ezekkel a kék nyalábokkal, ezek a tűznyalábokkal. Uh, azon, azon kívül hogy itt a hátulján ezt kifestették kifesztett, szépen ezüst színűre, de ez a rész is egy az egybe, ugyanaz, mint a Sáptet vagy a stúdiónál. Az ülése az szintén ugyanaz neki, uh, illetve hát van egy ilyen kis kamuk műszerfala is neki gyakorlatilag. Az autó volt jel, ugye az a különbség, hogy uh, az itt volt a stúdiósnál. Ezen a szürke részen, és ennek én meg ide bele, belekerült belőle. Viszont a Shattered Glassosnak meg itt van. Tehát igazából ezek változtak srácok a figuránál. A színezés az nagyon jól visszaadja az IDV-s a fényezését. Ez a kis hátsó szárnyának ennek hosszabbnak kéne lenni, de ezt már a korábbi blöröknél is elmondtam. Úgyhogy igazából ennyi. A figurának egyébként kettő darab kiegészítője van, kettő darab fegyvere, amit föl is lehet rá szerelni. Hát igen, tehát erről a kettő darab fegyverről van szó, ez is ez egy, az egybe ugyanaz, mint a Shattered vagy a stúdió szériásnak, illetve ez is egy az egybe ugyanaz, tehát az a vicces, hogy az első két figuránál se, se tetszett kimondottan ez a kiegészítő összeállítás, de ezeket így tudjuk rá felszerelni. Hát itt mutatják be azért azt, hogy kaphatott volna pisztolyt, vagy valami teljesen más puskát, vagy valamit, amit de föl lehet rakni az aljára, és el lehet rejteni, de ez így a korábbi két figuránál, már említett figuráknál is szerintem igénytelen volt, és most is igénytelen. Szerencsére nem kötelező rajta tartalunk, tehát a polcra egyszerűen kirakhatjuk úgy is a figurát. Hogy ezeket a kiegészítőket nem tesszük rá, akkor nézzünk egy összehasonlítást, én azt mondom nektek, euh, hát a szokott módon. Kezdésképpen akkor kit lenne a két kis humánum, amivel illusztrálni szoktam, hogy az emberek nagyjából megkorák az alakváltókhoz. Hát oké, rendben vannak. Aztán pedig itt lenne a Kingdomos Optimus Prime és a stúdió szériás Jazz, ugye jazz teljesen paliba vannak abszolút jók, optimus ugyanaz a helyzet, mint a korábbi verziókkal, túl kicsi egy kamion ehhez képest, de haladjunk tovább, és gyorsan csináljunk egy ilyen Blur-féle multiverzum találkozást, úgy gondoltam, mert eléggé kedvelem ezt a karaktert, és akkor itt nézzük gyorsan, meg itt van az armadás homály, aki ugye szintén blur, tudjuk, csak valamire a magyar mesébe homálynak nevezték el, akivel igazából ezt mutatja, nem hiszem, hogy különösebben érdekel titeket, de ez mégiscsak egy igen régi figura, ami hibátlan állapotban van meg szerencsére és hát miért ne? Végül is blur, blur, tehát akkor nézzük meg őket együtt. Na, aztán itt lenne nekünk a Titans return uh, blur, ami egyébként szerintem az eddigi blőrök közül talán ez a viszi a legjobban a pálmát, vagy a prímet, mert tényleg egy olyan dolog volt, hogy mind az ad módja, mind a robot módja szerintem nagyon-nagyon klassz. Egyetlen egy vétke van szerencsétlennek, hogy fejmester. Tehát igazából ez volt az első, és akkor ezt kezdték el folyamatosan átdolgozni, ugye ebből lett a stúdiószériás, a Shepard Glassos, és akkor most az id s Tehát ők nagyjából így néznek ki, látjátok, valamiket újra hasznosítottak, de a többségét itt azért igazából uh, új öntőformával készítették. Hát neki a fegyvere is azért kicsit úgy diszkrétebb ott az alján, hogyha megnézitek, és lássátok, csak neki van kereke. Majd egyszer ezt a figurát is be fogom mutatni, hogyha eljutunk odáig, de ennél nem tudom, miért nem lehetett ilyen kerekekkel megoldani. Na, akkor itt lenne már a Studio 86 szériás, ami ugye ennek a figurának, illetve az SG figurának, Shattered Glassos figurának szolgált alapul, amit látjátok, az ülés az teljes mértékben ugyanaz, az üveg az teljes mértékben ugyanaz, az elejét lecserélték, a karjainak egy részét, ahogy mondtam korábban nektek, újra hasznosították, de a vállai az teljesen új, meg az eleje is, és hátulról is, ugye ez a közép konzol rész, ez teljesen ugyanaz. Szóval azért elég sok mindent újra hasznosítottak, és hogy ez egy limitált figura, az ilyenért haragszok akkor, hogy kiadják, és akkor mégse az. És akkor itt lenne végül is ugye maga a Shattered glass ami teljes mértékben ugyanaz, mint a Studio 86 szériás, csak azzal a különbséggel, hogy más a fényezése. Megjegyzem, ennek valami baromi jól néz ki a színezése ennek a figurának, de a fegyverzet ugye mind a három figuránál ugyanaz, és nagyjából a helyzet is ugyanaz velük. Na, szerintem ennyi akkor az összehasonlításról elég lesz. Térjünk rá akkor a figurának az átalakítására, ami igazából ugyanaz, mint a korábban megismert már glass és Stúdió 80 cvs tehát nem nehéz. Na, azzal kezdjük, amivel szoktuk, levesszük a fegyvereket, levesszük ezt a javítófegyvert, vagy javítópisztolyt, illetve levesszük a puskáját neki, ezután pedig innen kiakasszuk neki a karjait, amit egyszerűen úgy csinálunk, hogy kimozgatjuk. Igazából úgy van, hogy uh, itt is van, na hol van az a mutató? Igen. Itt is van rögzítve, itt is van rögzítve. Tehát igazából három vagy két helyen is meg van akasztva a figura. Ennyi, kimozgattuk. A másik oldalt ezt megismétlem. Utána pedig ezeket a kis paneleket, ezeket a kékeket kell felhajtanunk ide. Csak úgy, hogy kiakasszuk itt a figurának egy kicsit a talpát. Nézzétek, itt van egy rögzítve egy ilyen elemmel. Kiakasszuk, helyre tesszük a másik oldalt, ezt megismétlem. Utána fölhajtom neki az egyik kezét, már igazából be is akaszthatom ide a másik kezét így. Utána ö, kihajtom, szétnyitom neki pontosabban itt a lábait, mondom, szétnyitom egyiket és a másikat, és lehajtom. Megfordítom, szétválasztom behajtom neki ezt a kis hátsó szárnyat ide a vádliába, és akkor ezt ide így beklippelem, beakasztom, és ha sikerül, akkor jó beül. Ezután pedig lehajtom neki a talpát, ami egy rasnis izületen van megoldva, ami egyébként vicces, hogy a figurának nem ez lenne a legfontosabb, hogy rasnis legyen, másik oldalt ezt megismétlem, de ezt valamiért úgy gondolták, hogy oda tesszük a rasnit, a lábai viszont meg látjátok, hogy igazából így eléggé lazák, tehát Na, behajtom neki akkor ezt a, mi az ülés, ugye, gyakorlatilag így, lefordítom e, neki a melkaspaneljét, paneljét, ezt nem muszáj így csinálni, lehet, hogy először lehajtjuk ezt a részét, de én a fejet szeretem, hogy utoljára előbukkan, ezt az első villát megfordítom így, és lehajtom, úgy, hogy ide beakadjon valamilyen szinten, amennyire be tud akadni itt ez a rész, így a másik oldalt ezt megismétlem, körbefordít, lehajt, beakaszt, kar helyére tesz, és akkor utána pedig jön ez a panel, amit így lehajtok, és ide beakasztom a hátába, és lényegébe kész is. Itt áll előttünk az IDW-s blur, igazából robot módban, vizsgáljuk is meg akkor közelebbről. Nézzük is akkor a fejét. Hát szerintem a fejére fektették a legnagyobb hangsúlyt, ez így látszik. Öö, gyakorlatilag ez egy teljesen új fej, és ugye egy az egybe úgy néz ki, mint az IDW-ba. Nagyon-nagyon tetszik az, hogy így ennek az oldalt, ezek a szárnyak így meg csinálva, tehát tényleg nagyon szép öö, az arca, ahogy meg van csinálva, világos kék szemek. A szá, a, hát igen, igen, az arcán az a kedves blörös mosoly van igazából teljesen körbe lehet forgatni egyébként a fejet, és hátulról is, amit látjátok a nyaka is, meg minden szépen meg van csinálva, illetve ez a kis antenna a fején is, tehát teljesen jól kijön, előre-hátra is tudja mozgatni, egy picit jobbra-balra is. A karjaira rátérve, tehát ugye neki a felkarja, az teljesen új. Az teljesen új, és nagyon jól néz ki, megvan neki ez a kis íves csapás, ez szintén így volt Szájdi snál is, csak annak volt kettő nagy barom, egy ilyen mit volt a hátán, amit már kitbe meg lehet hozzá vásárolni egyébként, csak azért nem látjátok rajta, mert igazából van vele egy olyan gond, hogyha fölrakjuk neki így, akkor a kezét nem lehet mozgatni tőle. Tehát annak meg úgy sok értelme nincs, hogyha csak így vigyázálásba tud állni a figura. De hát, ha majd kiadnak egy jobbat hozzá, és akkor megveszem hozzá. Nos, ha a torzóját nézzük neki, akkor itt igazából a színezésen kívül csak az ágyék rész változott a stúdiós szériáshoz képest, de abban sem nagyon erőltették meg magukat. Tehát ezt a részt ezt átdolgozták, de az összes többi ugyanaz. Az alkarjával kapcsolatban az előbb nem mondtam semmit, ugye ez teljes mértékben van, ugyanaz, mint a stúdiósnál, ugye ez meg még mindig baromi nagy ide, tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni ezt kellett volna valahogy megoldani, hogy beleépüljön a karjába, és akkor nagyon fajin lenne a figura, de nem foglalkoztak vele, úgy voltak vele nyilván, hogy az IDW, IDW rajongók így is meg fogják venni, és hát milyen igazuk lett. A figura többi részével meg az a helyzet, srácok, hogy igazából csak átszínezték. A színezés nagyon jó lett, de de igen, szóval öhm, dolgozhattak volna még rajta egy kicsikét, hát akkor nézzük meg neki a mozgathatóságit, ezt megmutatom még nektek hátulról is. Nos, a fejét azt mutattam, a karját az teljes mértékben körbe lehet tekerni, és akkor gyakorlatilag ennyire lehet behajlítani, körbe lehet még tekerni itt könnyékbe is. A csuklóját is lehet tekergetni, csak hát ezzel a panellal együtt mozog, szóval, szóval mégse lehet, tehát mert az átalakításnál így van neki fixen. A lábait azt lehet mozgatni, én megmondom őszintén, hogy ez az egyik gyenge pontja a figurának, hogy ezek itt nagyon gyengék ezek az izületek srácok, és meg se lehet kenni, nagyon nem is tudom, hogy hogy lehetne javítani, hogy egy kicsit szorosabb legyen, mert egy elég érdekes megoldással csinálták itt, hogyha megnézitek ezen a részen, tehát nem egy gömbcsukló van, de nagyon-nagyon de nagyon-nagyon lazák. Tehát ide kéne valami szorítót belerakni, na mindegy, hagyjuk, nem azért veszek egy figurát, hogy javítgassam tért be. ennyire lehet behajlítani, és akkor a bokáját azt lehet még neki így oldalra hajtogatni, illetve igen, ez már megint csak az átalakítás miatt, egy ki lehet hajtani neki a talpát, ami egyébként meg rasni van rajta, ide nem tudom, miért nem tudtak belerakni egy rasnit, és akkor ezzel igazából le is tudtuk a figurának a mozgathatóságát, derekát nem tudom, mutattam, nem mutattam, körbelet tekerni, szóval igazából ez ma már egy alap ezeknél a figuráknál, ha csak az átalakítás nem korlátozza le Na, nézzük akkor neki a fegyvereit. Ugye van neki ez a javítópisztoly, amit hozzáadtak, és akkor így rá lehet húzni, mintha átalakult volna a keze, illetve van még neki a lőfegyvere, amit bele lehet rakni a kezébe, és akkor ezzel tudja azt játszani, hogy ő lő. Egyébként ehhez effektet, na, lehet csatlakoztatni? Hát így végül is rá lehet húzni. De nézzétek már egy lefeles párgába egyébként a figura. Tehát, amit mondtam nektek, hogy laza neki nagyon ez az izület része, és ez mondjuk játéknál nagyon bosszantó lehet. Tehát nekem fölrakom a polcra, annyira nem zavar, de tudom azt, hogy gyerekkoromban ez miatt ordítani tudtam volna. És szerintem ennyi elég lesz akkor a mozgathatóságról, a fegyverekről és a figura milyenségéről, csináljunk egy összehasonlítást ebbe a módba is. Kezd képen akkor itt lennének a kis humányaink, amikkel ezt mutatja. Aztán pedig a Kingdomos Optimus Prime és Jazz. És természetesen akkor a Blur férek és multiverzum, akikkel az előbb megnéztük járműmódban, most akkor nézzük robotmódban, hogy mennyi különbség van köztük, vagy mi változik. Minden. Hát itt abszolút ugye teljesen két külön figuráról van szó, csak elvileg ugyanaz a, két karakter, ugyanaz a karakter más univerzumból. Semmi hasonlóság, de szerintem ez senkit nem érdekel ebből a szempontból, nem zavar, tehát nem ez volt a lényeg. A következő viszont már ugye ott azért föl lehet fedezni hasonlóságokat, ugye a Titans return kapcsolatba. Én megjegyzem, hogy szerintem ezt a figurát kellett volna átdolgozni idv re mert ez már alapjaiba uh, inkább emlékeztetett az IDV univerzumra, mint a IDW-s univerzumra, mint ugye a 86-os, illetve a Sharp Ted Egyébként ennek is én úgy tartottam mindig a polcon, hogy kicsit kinyitottam a kezeitnek, így oldalt ugye a fejmesterének, és akkor egy kicsit olyan volt, mintha szárnyak lennének a sisakján. Nem pedig, mert egyébként ugye ennek így kell lennie, így összenyomva. Hát így is jó, de nekem olyan szárnyosan jobban emlékeztetett az idv isre Nos, ennél a figurának kimondottan tetszik az, hogy kisebb alakarján neki az a spoiler, mint ami neki itt van. Maga a külseje pedig szerintem a Cybertroniasabb, mint a stúdió szériásnak. De akkor nézzük meg azzal is. Hát itt már ugye látjuk azt, hogy annyira sok minden nem változott. A válluk az egyértelmű, a fejük az egyértelmű és igazából itt nagyjából ki is a, belül a két karakter között a különbség. Most az, hogy az autóbotjál belülre került, neki meg kint van, ez már ilyen elenyésző különbség. A fegyverzet ugye ugyanaz a vacak, csak háromszor. Majd neki jó volt a 86-osnak ez a fegyverzet, a másik kettőnek kellett volna lecserélni. És akkor nézzük meg a Glass-ossal, is, ugye a fej az teljesen más, a vállak teljesen mások, <kül> a többi rész pedig ugye ugyanaz, gyakorlatilag a két figuránál. Ennek egyiket nagyon klassz ez a betegfej, nagyon-nagyon tetszett ennél a figuránál. De legalább a fejeket megcsinálják, és nem színezik őket úgymond újra. Na, ennyit az összehasonlításról, és akkor itt az ideje, hogy összefoglaljam a véleményemet erről a figuráról. Összességében nézve, hát nagyon örülök, hogy végre kiadtak egy figurát az IDW-s blur de azért nem bántam volna, hogyha még egy kicsikét dolgoznak rajta, mert sajnos korán sem hibátlan a figura. Ja, és hogyha jól tudom, akkor igazából csak külföldről lehet beszerezni, és nem is olcsó. Na, nézzük akkor, mit illik tudni az IDW-s blur Tehát akkor Blur. Frakciója neki, Autobot, Alcsoport, Trackers, Rendeltetése, Harcos Hírvívő. Korábban versenyző volt, nézzük akkor a jellemzését. Blurnek csodálatos élete volt a háború előtt, ő volt a leggyorsabb alakváltó a Cybertronon, és sorban nyerte a versenyeket. Miután kitört a háború, a versenyek abban maradtak, és Blur nem igazán tudta, hogy mit kezdjen magával. Mindkét frakció szemet vetett rá, de végül is Optimus hatott a lelkére, és meggyőzte, hogy a különleges képességeivel az autóbotok ügyét szolgálja. Hát a személyisége az nagyon sokat fejlődött a pozitív irányba, így a háború alatt, és a rutgers pedig kápszervezte be. Ezzel végére is értünk igazából, srácok, ennek a videónak. Ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy like-al, megtisztelnétek a feliratkoznátok. Köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket. Sziasztok!